Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy mi befolyásolja a készítményekkel bevitt kollagén hasznosulását, és hogy mit tudunk tenni azért, hogy több kollagén épüljön be a testünkbe. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. Mivel a kollagén az összetartó fehérje a szervezetünkben, ezért a hiánya lazulással jár, meglazul a bőr, ebből lesznek a ráncok, meglazulhat az érfal, ebből szív- és érrendszeri problémák lesznek, meglazul a bélfal, ebből lesz az áteresztő bélszindróma, meglazulhatnak a porcoknál és az ízületeknél a szövetek, ebből pedig gyengeség és fájdalmak jelentkezhetnek a mozgás során. A készítményekkel bevitt kollagén nagy része ma már hidrolizált, ami azt jelenti, hogy a kollagén elő van készítve, így a gyomornak és a beleknek nem kell akkora energiát befektetni a lebontásához. A kollagén hasznosulására nagy hatással van először is az emésztőrendszerünk állapota. Az életünk előre haladtával a gyomrunkban csökken a gyomorsav mennyisége, ami azt eredményezi, hogy az emésztés során egyre kevesebb fehérje, így ezen belül egyre kevesebb kollagén tud rendesen lebomlani, és ezáltal hasznosulni, beépülni. Ez a folyamat már a 20-as éveinkben elkezdődik, de a legtöbb embernél a 40-es, 50-es évei tájékán válik ugye igazán láthatóvá, amikor ráncok jelennek meg a test különböző részein. Tehát a kollagén hiányát jelző ráncok egyik legfőbb oka a gyenge, illetve a kevés gyomorsavban keresendő, azaz, ha szeretnénk, hogy több kollagén hasznosuljon a szervezetünkben, először is erős és elegendő gyomorsavra van szükségünk. A gyomorsavat erősíthetjük szüretlen almácettel vagy almácett kapszulával, savanyú káposztával, betain hidroklorid és emésztőenzimek pótlásával, nyomelemek pótlásával, mivel az enzimek a képződéséhez nyomelemek is kellenek, időszakos böjtöléssel, az ételek elegendő ideig történő rágásával, vagy olyan gyógynövények alkalmazásával, mint például a gyömbér. A kollagénporokat általában bármilyen italba bele lehet keverni, mivel érdemben nem változtatják meg az adott ital ízét. Nincs meghatározva, hogy mikor a legjobb a kollagént fogyasztani, ugyanakkor az előbb a gyomorsav kapcsán elmondottak miatt, tehát hogy szükség van elegendő gyomorsavra, kollagén megfelelő hasznosulásához célszerű reggel bevenni még étkezés előtt, vagy a nap során később bármikor főétkezések előtt, mert ugye amikor felkelünk reggel vagy étkezések előtt, még sok gyomorsav van a gyomorban. A kollagént keverhetjük hideg és meleg folyadékba is, a meleg italok nem rontják a kollagén készítmények hatékonyságát. A kollagén megfelelő hasznosulásához flavonoidokra és C-vitaminra is szükség van, teljes értékű C-vitaminra, tehát nem csak aszkorbinsavra. A C-vitaminból a tirozináz enzim és a rutin, tehát a flavonoid az, amelyek a kollagén hasznosulásához igazából kellenek, nem az aszkorbinsav. Érdemes tehát a kollagént magas C-vitamin és magas flavonoid tartalmú ételekkel, italokkal fogyasztani, ilyenek főként a bogyós gyümölcsök és gyümölcslevek, mint a goji bogyó, fekete áfonya, homoktév és fekete berkenye. Javíthatjuk a saját kollagénünk termelődését, illetve fokozhatjuk a készítményekkel bevitt kollagén hasznosulását, az aloe vera, a mikroalgák, a mangán és a rész bevitelével is. A testünkben lévő kollagén védelmének fokozásával is érdemes foglalkozni, amelyre a legjobbak a macsatea, a gyömbér, a kurkumin, a már említett bogyós gyümölcsök és a belőlük készült koncentrátumok. A kollagénből nincs meghatározva a napi javasolt mennyiség, de általánosan elmondható, hogy megelőzéshez napi 10-20 g között van az ideális mennyiség, éppen ezért egyszerűbb porformában bevinni, mint kapszulában. Fokozottan érdemes kollagént pótolni 40 év felett, áteresztő bélszindróma, szív- és érrendszeri problémák, ízületi gyulladás és porckopás, és szinte az összes autoimmun betegség esetén. Hasznos a kollagénbevitel a csontok és a fogak erősítéséhez is. Ugye a kollagén egy fehérje, amely a testünkben is megtalálható, túladagolni nehéz, negatív mellékhatások, allergiás reakciók nem jellemzők rá, még nagyobb mennyiség esetén sem. Ha kollagént pótolunk, célszer olyan kollagén készítményt szedni, amelyben több fajta kollagén is jelen van, hiszen amikor ételeket fogyasztunk, akkor is több kollagén fajtát viszünk be, tehát a többfajta kollagén tartalmazó készítmények közelebb állnak a természetes állapothoz. A kollagénporokat lehet gyerekeknek, illetve állatoknak is adni. Köszönöm a figyelmedet, ha hasznos volt a videó, ne felejtsd el kedvelni. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban. Addig is az egészség legyen veled.